Mai vendégünk F. Kovács Sándor, miniszteri biztos, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm, képviselő úr, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcok Televízió nézőit. Hét Magyarországot és a magyar embereket alapvetően érintő kérdésekben kéri ki a kormányzat a nemzeti konzultáció keretei között a magyar emberek véleményét. Részletezzük, miről is szól ez pontosan. A nemzeti konzultáció ez a maga nemében egyedülálló, hiszen Európában egyedül a magyar kormány kéri ki az emberek véleményét olyan nagy horderejű dolgokról, ami a mindennapjaikat érinti. Hiszen egész Európában, az egész Európai Unió területén a kormányok nem merik megkérdezni az embereket, hogy mi a véleményük a szankciókról. A szankciókról önmagában én azt gondolom, hogy minden embernek, minden európai állampolgárnak véleménye van, hiszen ezek a szankciók érintik a mindennapi életünket. Hiszen amikor az Európai Unió bevezette ezeket a szankciókat, talán júniusban, amikor belengedte azt, hogy az energiára is bevezeti a gázra, a kőolajra, kilőttek a világpiacon az energiárak, a földgáz, a kőolaj, az elektromos áram, és minden embert érint ez, hiszen úgy megugrottak az energiahordozók árai, ami a cégeket, vállalkozásokat érinti, de a lakosságot is. És hát azt gondolom én, nekem is megvan a véleményem, és ki is fogom tölteni a nemzeti konzultációt, hogy ilyen elhibázott módon nem lehet kockáztatni az energiabiztonságot, és az európai állampolgárokat, így a magyar állampolgárok megélhetését is. Hiszen többszörösére van olyan vállalkozás, aminek tízszeresére növekedett akár a gáz számlája. Tönkre mennek vállalkozások, bajba kerülnek családok, és kikéri az emberek véleményét a kormány, hogy mi a véleményük róla. Mert ilyen elhibázott szankciókat én azt gondolom, hogy nem szabad bevezetni. Úgy tűnik, hogy Oroszország köszöni szépen jól van, az volt a cél, hogy majd Oroszország abba hagyja emiatt a háborút. A háború még mindig folyik, tehát nekünk az az érdekünk, hogy béke legyen, hogy Ukrajna és Oroszország között béke legyen, és a szankciókat sokkal okosabb módon, akár feloldva, akár átgondolva, de ne úgy, hogy a magyarok és az európai polgárok fizetik meg ennek a háborúnak most már egyre nagyobb költségét. Tehát a nemzetközi konzultáció arról szól, hogy a magyar emberek egyedül az Európai Unióban elmondhatják a véleményüket az Európai Unió döntéséről és ezekről a szankciókról. Tart a parlament őszi ülésszaka, ön is volt már vezérszónok, milyen témában szólalt fel? Hát azt gondolom, hogy fontos téma, hiszen a parlament elé általában fontos témák kerülnek, de ez a fogyasztóvédelemről szóló törvény. A fogyasztóvédelem azért fontos, mert állandóan változik az emberek vásárlási szokásai is, a reklámszokások is. Hiszen 10 évvel ezelőtt még nem gondoltuk azt, hogy online, az interneten keresztül rendelünk rengeteg dolgot, és ennek a szabályozása nem volt teljesen tökéletes. Nem volt tökéletes az, hogy hogyan reklámozhatnak, mi alapján reklámozhatnak ezek a eladók is, hiszen csak egy példát mondok, aki már vásárolt az interneten, megnézi azt, hogy milyen eladótól vásárol valamilyen terméket. És általában szoktak vélemények lenni. És sokszor ezek nem valós vélemények, hanem a cég ír magukról pozitív véleményeket, és megtéveszti vele a vásárlókat, mert azt látja, hogy itt mindenki dicséri, mindenki meg van elégedve, mindenki azt mondja, hogy gyorsan szállítottak, jó minőségű, és valószínű, hogy ezek közül nagyon sok nem valós vélemény, hanem a cégek teszik ezt meg. És hát a panasz esetén is, hogyha egy vásárló panasszal él, akkor megvan ennek a pontos formája, hogy hogy kell megkeresni akár a céget, hogyha sok panasz van, akkor eleve a bíróság kártérítésre ítéli a céget úgy is, hogy a vevőknek nem kell külön egyenként bírósághoz vagy keresettel fordulni. Tehát pontosítja a fogyasztóvédelmi törvényt mindannyiunk érdekében, hogy biztonságosan és jól tudjunk vásárolni, akár a modern időkben, az online térben is. Karcagon is és a térségben is számos kisebb és kiemelt beruházás zajlik. Nyilván már az interjú elején beszéltünk arról, hogy az Oroszország és Ukrajna közti háború a beruházások terét is befolyásolja Magyarországon. Szóljunk arról is néhány szót, hogy miért fontos, hogy ezek a beruházások ne álljanak le. A 2010 óta, amióta az Orbán kormány irányítja az országot,
minden egyes válság időszakból jobb és erősebb pozícióba jött ki Magyarország. Tehát hiába van válság, hiába kell megszorítani egész Európába, hiába kell takarékoskodni, az életnek menni kell tovább, a gazdaságnak, a beruházásoknak, amit lehet, vinni kell tovább. Hiszen minden válságban egy közös van, hogy egyszer vége szakad. És amikor vége lesz ennek a válságnak is, nem mindegy, hogy milyen állapotban, milyen kiinduló pontban lesz Magyarország. Tehát vannak olyan beruházások itt Karcagon is, amiket folytatni kell. Többek között azért, mert már elkezdődtek, tehát beruházás félbe nem maradhat. Nem lehet egy olyat csinálni, hogy félig valami fel van építve, fel vannak húzva a falak, és évekig nem történik semmi. Amihez egyszer hozzákezdtünk, azt be is fogjuk fejezni. Hiszen Karcagot is egy teljesen új pályára szeretnénk állítani, egy olyan pályára, amely egy élhetőbb, egészségesebb, akár zöldebb, akár a fiatalok számára is sokkal vonzóbb város lehet. Folytatódnak a munkahelyteremtő beruházások, hiszen az AgroSprint az egyik legnagyobb beruházás, élelmiszeri beruházást hajtja végre itt Karcagon. De hát a milánói pavilonnak az építkezése is folyik, nagyon látványos, tehát felteszi Karcagot a kulturális turizmus térképére, ez egy nagyon fontos dolog, és hát a sportpályánál is én azt gondolom, hogy mióta én Karcagon élek, nem nagyon emlékszem ilyen nagy volumenű és ilyen látványos modern beruházásra. És az az egész térség, a városnak az a része, egy szabadidő, kikapcsolódás, sport, aktív életet élő fiatalok, családok, időseknek egy nagyon jó lehetőség lesz. Karcagon tekintsünk kicsit kiebb. Kumadarasan épülőben a Napelem Park. Mit lehet tudni a részletekről? Hát a Napelem Park, aki nem látta, és hogyha ott állunk a Napelem Park mellett, ami most épül, igazából nem is lehet átlátni az egészet, hatalmas. Egy 100 hektáron épülő napelem park, csak a napelemeknek 40 hektár a felülete. Akkor annyi áramot fog termelni, mint egy 11.000-es város egész éves energiafogyasztása, tehát hatalmas. Olyan, mint hogy Karcagnak az elektromos áramfogyasztását fél évre tudna ez az egyetlen egy napelem park teljesíteni. És hát nagyon csodálatos a beruházás önmagam, hiszen a kormány úgy döntött, hogy egyre kevesebb fosszilis energiát használ, egyre kevesebb kőolajat, földgázt, és hát amikor ezt a beruházást még tervezték, és döntöttek arról, hogy ide kerül Kunmadarasra ez a beruházás, akkor még szó se volt orosz-ukrán háborúról, nem voltak elrugaszkodott energiárak, tehát az mutatja, hogy amikor nincs baj, akkor is előre kell gondolkozni, a beruházásoknak folytatódniuk kell. Ez a térség egyik legnagyobb beruházása lesz, Kunmadaras legnagyobb beruházása, és annyi áramot fog termelni, mint a kiskörei erőmű, a vízi erőmű egész évben, tehát összehasonlítható lesz a kettőnek az áramtermelése. Egy nagyon modern, technikailag kitűnően kivitelezett, hatalmas beruházás. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen.